Az egészséges test tudatának elvesztése, a biztonságérzet megrendülése, szorongás és általában ezekhez hasonló lelki problémákkal kell megküzdeniük azoknak, akiknél valamilyen daganatot diagnosztizáltak. 15 évvel ezelőtt kezdődött el a Józsa András Oktatókórházban a daganatos betegek szakpszichológiai ellátása, ez évben pedig már Nyíregyháza adott otthont a Magyar Pszichoonkológiai Társaság éves kongresszusának. Én ugyan Debrecenben dolgozom, de nagyon szoros kapcsolatot ápolunk az itteni onkopszichológiai munkacsoporttal, és nagyon komoly munka folyik, tehát itt több szakember is folyamatosan elérhető a páciensek számára, ami azt kell mondjam, hogy sajnos országosan nagyon nagy ritkaság. Tehát vannak olyan onkológiai ellátóhelyek, ahol még egy félállású pszichológus sem dolgozik, és hogyha ilyen irányú szükséglete van a betegnek vagy a családnak, akkor pszichiátriai gondozóba kell fordulniuk, vagy utána nézni saját maguknak a lehetőségeknek. 2007 óta 5 szakember végzi a daganatos betegek pszichoonkológiai ellátását Nyíregyházán. Erfán József osztályvezető főorvos hangsúlyozta, nem csak a daganatos betegeknek, de a hozzátartozóiknak is szükségük lehet segítségre, amely közel 100 000 embert jelenthet vármegye szinten. A daganatos megbetegedés a második leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. Szabolcs-Szatmárban körülbelül 100 000 lakosa, körülbelül 600 új daganatos beteget állapítanak meg egy évben, körülbelül 300-an halnak meg ugyanabban az évben. Csak megjegyzés, még egy 10 évvel ezelőtt ez 400 volt. Tehát amikor azt kérdezik, hogy van-e eredmény, van. Csak az eredmény nem olyan, hogy na, innentől kezdve megoldottuk. Azért 10 év alatt 100-al csökkenni, az egy, nem egy rossz eredmény. A különbség, azt hívjuk prevalenciának, azaz a daganattal együtt élő betegek, emberek száma. És ez a döntő, mert ezt kell kezelni. És ez ma Szabolcs-Szatmárban körülbelül 35-40 000 ember. Ha ezt megszorozza hárommal, mondjuk egy átlag családdal, 100. Szűcs Attila főigazgató megnyitó beszédében kiemelte, a daganatos betegségeket ma már a krónikus betegségekhez hasonlóan legyőzhetőnek tartja az orvostudomány. De ehhez szükség van a lelki gondozásra is, valamint arra, hogy az érintettek hajlandóak legyenek szembenézni az esetleges traumáikkal. Az egy nagyon-nagyon jó hír az onkológiai betegeink számára, hogy ma már a daganatos betegség, ez nem egy halálos betegség. Ez a diagnózis nem egyenlő egy halálos diagnózissal. Itt a főorvos úr elmondta, el fog ma hangzani, hogy a betegek nagy része gyógyul, vagy nagyon hosszú életéveket nyer a kezeléssel. És ahogy ez a kezelési metodika javult, ahogy a túlélés javult, egyre jobban egyértelműbbé vált, hogy a daganatos betegség nem csak a testet, hanem a lelket is megbetegíti. A főigazgató hozzátette, Magyarországon még mindig sokan idegenkednek a pszichológiai segítség kérésétől, miközben Nyugat-Európában a pszichológia egyre fontosabbá válik nem csak a hétköznapi életben, de valamennyi egészségügyi szférában. A kétnapos kongresszusra határon innen és túlról egyaránt érkeztek szakmai előadók.